ráütök egy kicsit. Ez egy ülő, látjátok, ez egy ülő, és akit a kalapács, ez meg a maga a kasza, és nézzétek, csak szépen addig ütögetem, addig látjátok, nyújtom szépen, megy előre, tolom közben. Az a lényeg, hogy nagyon jó éles legyen, képzeljétek, ugyanis ennek a kaszának nagyon sok buzaszálat el kell vágni. A kasza megélezésétől egészen a használatáig mindent megmutatott a szerszámmal kapcsolatban a gyerekeknek Máj Péter. A gyakorlóiban a kenyérünnepéhez kapcsolódó programot szerveztek a kicsiknek. Ez egy népünnepé volt gyakorlatilag. Hát ami a természetben egy fél-háromnegyed év, azt most itt egy óra lefordult, zanzásítva kicsit megmutatom egyébként, de az nagyon jó volt, mert kalákába csinálták. Tehát összeállt a csapat, ugye akinek csak egy ló volt, a másik összefogták, tehát az volt a betakarodás, tehát együtt csinálták, ez volt a dolog lényege. Maga a cséphadarás pedig az volt a mondás, hogy azt tudott jó cséphadarni, ahhoz kellett két erős kar, meg egy buta fej. Buta fej azért kell, hogy tűrje a monotóniát, reggel 6-tól este 10-ig egyfolytán. A Búzaszemtől a Kenyérig című program keretében egészen a növény elvetésétől, a gondozásán át az aratásig és a feldolgozásáig mindent a kicsik végeztek el az óvónénik segítségével. Az ötlet egy tanfolyam keretében született meg. Mivel mentorkert vagyunk, ezért több tanfolyamon részt vettünk már kolléganőimmel, és egy online anyagot kellett átnézni, mikor egy olyan képpel találkoztam, ami nagyon-nagyon szíven ütött. Arról szólt a kép, a leírás, hogy Amerikában ugye egyre több helyen, nagyvárosokban ilyen közösségi kerteket alakítanak ki, és ott mutattak egy kertet, ahol egy kenyérpirítóba vetettek búzát, és ott nőtt ki, illetve egy csipszes zacskóba krumplit. Mert hogy meg kell mutatni már az embereknek, ott tartanak, hogy miből készül a kenyér és a chips. Az óvodában 2020 óta működik tankert. Paprikát, paradicsomot, répát és más zöldségeket is maguk ültetnek és gondozzák a gyerekek. Azért tartjuk nagyon fontosnak, mert most már a városi emberek és a városi gyerekek is eltávolodtak a természettől, és szeretnénk itt a város közepén egy kis szigetet, egy kis zöld szigetet biztosítani nekik, és ezzel, hogy az óvoda szomszédságában levő területet megvásárolta nekünk az egyetem, lehetőségünk nyílt a kert kialakítására. Az elmúlt 4 évben az intézmény több rangos elismerést is kapott, ilyen például a Magyarország legszebb konyhakertje versenyen elért első helyezés a közösségi kert kategóriában, illetve tavaly a Mentorkert címet is megkapták.